Már január elején elkezdte a felkészülést a nyírbátori csapat, heti négy edzéssel készült a tavaszi folytatásra a bajnoksági illovasa. A keret egy játékossal bővült, a Deac kézilabdázója Fábián Vince kettős igazolással tavasszal bátorban szerepel majd. A programban hat edzőn szerepelt, valamennyien idegenben léptek pályára Antal tanítványai. Öt győzelem mellett csak a magasabb osztály osztól kapott ki a nyírbátor, ennek ellenére Petneházi Zsolt szakágvezető nem teljesen elégedett az elmúlt hetekben a felkészülés sajnos nagyon sok ö, probléma hátráltatta. Betegségekre gondolok itt leginkább. Átfutotta, átszaladt a csapaton a koronavírus. Hál' Istennek ö, mindenképpen egészségesen jött ki belőle, de ö, sok esetben ö, kevesen voltunk edzésen, pont ö, emiatt. Ö, sikerült ö, a felkészülésbe egy háromnapos hétvégi összetartást is ö, be beiktatni, amit végül is Nyírbátorban tehát péntek szombat vasárnap. Nyírbátori úgymond bent edzőtáborral töltöttünk el. Ez is jól sikerült, de, de mondom, hogy, hogy a betegségek nagy mértékben hátráltatták a munkánkat. A nyírbátor tíz győzelemmel és egy döntetlennel áll az északkeleti csoport élén. Osztályozó nélkül a hat harmadosztályú csoport két legjobb mutatóval rendelkező bajnoka jut fel az ősztől egy csoportos NB1B-be. A bátoriak számára nem ígérkezik könnyűnek a tavaszi folytatás. Közvetlen riválisunk a, az acélváros Miskolc. Ő három játékost gyakorlatilag egy fél sort igazolt az Ózdi tehát az NB1B-ből és felt, három ponttal vannak ö, mögöttünk lemaradva, és feltett szándékuk nekik is a bajnokság megnyerése, amihez azért nekünk is lesz egy-két szavunk. Kezdünk Fehér Gyarmattal hazai pályán, vasárnap, vasárnap, ö, a megszokott szombat helyett. Utána kétszer megyünk idegenbe, a Deachoz Debrecenbe, illetve a a célvároshoz, Miskolcra, majd a negyedik fordulóban jön a Kisvárda. Tehát ez az első négy forduló, ez, ez, nagy mértékben meghatározhatja akár a bajnokság végkimenhetelét is. A Nyírbátor fehér gyarmat meccs mellett a megyebeli csapatok közül a Káló Miskolcon, a Kisvárda Hajdúszoboszlón, a Tiszavasvári pedig Hajdúböszörményben lép pályára a tavaszi nyitófordulóban.